Erdészeti károk. Több száz hektárnyi erdő szenvedett fagykárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében áprilisban. Sok helyen a növények teljesen elfagytak, ezeket később kivágják. Tordján József Nyíregyházán. A volt agrárminiszter szerint Magyarország gazdasági kitörési pontja nem a szolgáltatóipar, hanem a vidékfejlesztés és a feldolgozóipar lenne. Aktív nevelőszülői hálózat. Több mint 2700 gyermek van jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi gyermekvédelmi központ rendszerében, 1200-an nevelőszülőknél. Több száz hektárnyi erdő szenvedett fagykárt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében áprilisban. Sok helyen a növények teljesen elfagytak, ezeket később kivágják. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A nem végzetesen károsodott fák képesek újra kihajtani, de az erdészek ezekben az esetekben is növedékveszteséggel számolnak. A fák elfagyása a virágzásra és így a méztermelésre is hatással van. Ezeken a légi felvételeken az látszik, hogy a fiatal akácosban milyen magasságot ért el a fagy. Jól kivehető az a vízszintes vonal, ami alatt károsodtak a növények. Eddig ért fel a fagyos levegő. Április végén a nyírségi homokdombok lankás részein mínusz 6-8 fokot ismertek az erdészet munkatársai. Az akácosaink szenvedtek a legnagyobb kárt ebben a fagyban, de károsult a tölgyi erdősítések zöme is, fekete dió, fafajú erdősítések szintén. Társaságnál a károknak az összeszámolása, összeírása folyamatban van, de mindenképpen több száz hektár nagyságrendű az a kár, amit a erdők elszenvedtek. Az akác az egyik legfontosabb nektárforrás a méhek számára. A virágzás már megkezdődött, de a méhek még nem tudnak gyűjteni. Az időjárás hatásairól és az eddigi tapasztalatokról Mányi Gabriella méhész beszélt 35 perc című műsorunkban. És még előttünk áll az akác virágzás, ami ugyan már elkezdődött, de eddigi felméréseink szerint minimum 3 méter magasságig el van fagyva a virágzat. És hogy megindul-e a nektárzás, azt még nem tudjuk. Jelenleg a körülöttem, tehát a méhészetem körül lévő erdő ugyan már gyönyörű virág a teteje az erdőnek, de illat még nincs, ami azt jelenti, hogy nincs nektár. Az erdőket ért fagykár így a növedékveszteség és a kieső erdőterületek veszteségei mellett a méz árára is hatással lehet a későbbiekben. Tragikus a hazai mezőgazdaság helyzete, miközben Magyarország gazdasági kitörési pontja nem a szolgáltatóipar, hanem az agrárium, a vidékfejlesztés és a feldolgozóipar lenne. Ezt mondta Tordján József a Magyar Közgazdasági Társaság nyíregyházi konferenciáján. Az előadásában arról is beszélt, hogy az Európai Unión kívüli piacok felkutatása hozhatna jelentős bővülést a hazai agrárium számára, és konkrét tervei is vannak a mezőgazdasági fejlesztések megvalósítására. 20 éves a közgazdászképzés Nyíregyházán, a jubileumra áprilisban konferenciát szerveztek az egyetemen, ma pedig egy különleges előadást tartottak közgazdasági és mezőgazdasági témában. A Magyar Közgazdasági Társaság a korábbi agrárminisztert, Tordján Józsefet hívta vendégül. Két dolgot kapcsoltuk volna össze, az egyik a közgazdasági társaság szokásos egy-két havi előadásai, a másik pedig, hogy 20 éves a közgazdasági képzés, és az igazából a mezőgazdasági főiskola keretei között indult el itt Nyíregyházán, és ezért gondoltam, hogy egy agrár, de gazdasági témájú előadással is megemlékezünk erre a jubileumról. Tordján József kérdésünkre elmondta, egy olyan terven dolgozik, ami segíthet fellendíteni a hazai agráriumot, és így az országnak is gazdasági kitörési pontot jelenthet. Rá kell mutatnom arra, hogy bár a közgazdászok általában úgy gondolják, hogy a szolgáltatóipar az, ami a GDP-hez viszonyítva a legnagyobb fejlődési lehetőséget hozza. Én úgy gondolom, hogy a specifikus magyarországi viszonyokra tekintettel a mi kitörési pontunk az agrárium és a feldolgozás lehetne, hogyha megfelelő irányítás alá kerülne ez az ágazat, és mindazt megcsinálnánk, amiből én több mindent fogok majd indítványozni. A volt agrárminiszter szerint tervei megvalósításával komoly eredményeket lehetne elérni az agrárium fellendítésében.
Csökkenti bruttó 4 forinttal a 95-ös benzin és bruttó 2 forinttal a gázolaj literenkénti nagykereskedelmi árát szerdán a MOL, értesült piaci forrásokból az MTI. A csökkentéssel a benzin átlagára 333-334 forintra, a gázolajé 326-327 forintra mérséklődik. Legutóbb szerdán változtak az árak, akkor a 95-ös benzin átlagára bruttó 3, a gázolajé pedig bruttó 4 forinttal emelkedett. Több mint 2700 gyermek van jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi gyermekvédelmi központ rendszerében, így országosan is ez az egyik legnagyobb létszámmal működő hálózat. Itt jelenleg 438 aktív nevelő szülőnél 1200 gyermek él. A kormány célja, hogy 2017-ig még 1000 nevelő szülő lépjen be az országos hálózatba. Hekkerné Pál úr Mária már 3,5 éve nevelőszülő. Döntését egy hosszú folyamat előzte meg, végül férjével és gyermekeivel közösen döntöttek a nevelőszülőség mellett. Korábban pedagógusként is sok időt töltött gyerekekkel, Dóri már 1 éve él velük, a kislány most 2,5 éves. Hozzánk egy gyermeket tudnak kihelyezni, egy férőhelyünk van a saját 3 gyermekünk mellett. Jelenlegi nevelt kislányunk 1 éve van nálunk. Előtte körülbelül 2 évig volt nálunk egy kisbaba, akit a kórházból kaptunk, és az első 2 évét első két évében biztosíthattuk a békés családi nyugodt légkört, és utána örökbeadásra került sor. Nagyon érdekes tapasztalat volt ez is számunkra, hogy tudatosan készülhetünk egy ilyen kisgyerek elengedésére. Nevelőszülő minden 24. életévét betöltött büntetlen előéletű magyar állampolgár lehet. Fontos feltétel azonban, hogy a gondozott gyermek és a nevelőszülő között legalább 18, legfeljebb 45 évkor különbség legyen. Az érintettek személyiség és orvosi vizsgálaton is áttesnek, valamint környezettanulmányt készítenek a jelentkezőről. Egy szülő saját gyerekeivel együtt összesen 6 főt nevelhet. Az átmenetileg elhelyezett gyerekek végül örökbefogadó családokhoz kerülnek, de van, aki egészen 18 éves koráig is a nevelőszülőknél marad. Ez a hivatás 2014-től foglalkoztatotti jogviszonynak számít. A nevelőszülők munkaviszonyban vannak, tehát foglalkoztatási viszonyban vannak. Ez azt jelenti, hogy munkájukért munkabért kapnak. Ez a munkabér összeg a mindenkori létminimumhoz van igazítva, tehát ha gyermek számtól függetlenül a létminimum 30%-át most közel 33 000 forintot kapnak, illetve gyerekenként 20%-ot, a létminimumnak a 20%-át, ami jelenleg 20 000 forint gyerekenként. Emellett kapnak még többletdíjat tartós beteg vagy fogyatékelő gyerek gondozásáért, az 5%, ez olyan kb. 5 000 forint jelent most, illetve ugyanúgy a szabadságnál, illetve családi adókedvezménynél a nevel gyerek is saját gyereknek számít. A kormány célja, hogy 2017 végéig még 1000 nevelőszülő lépjen be az országos hálózatba, így minden 12 év alatti gyerek kikerülhetne a gyermekotthonokból. Most országosan közel 5500 nevelőszülő van hazánkban, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 800. Feloszlatta magát a demecseri képviselőtestület. A 6 plusz 1 tagú testület 4 önkormányzati képviselője kezdeményezte a helyhatóság feloszlatását tegnapi ülésükön, tájékoztatta televíziónkat a városi jegyzője. Mátyás B. Szabolcs elmondta, pár napon belül eldőlhet, hogy mikorra írják ki az időközi választást Demecserben. A tegnapi testületi ülés sok kérdést lezárt, mert sok olyan napirendi pontot sikerült a képviselőknek megtárgyalni és támogatni, amit a hosszabb távú működést biztosítatja, anélkül is, hogy ők összeülhetnének. Elindul egy kampány, előtte természetesen a helyi választási bizottság a napokban össze kell, hogy üljön, figyelembe kell venni azokat a dátumokat, időpontokat, amelyek alapján a választás napját ki kell, hogy tűzze, és a saját ülésén egy határozatban ezt a dátumot meg fogja határozni. Ha a leggyorsabb időpontba gondolkodik a bizottság, akkor akár július 31-ét is figyelembe veheti, de akár azt követő augusztus 7-i vasárnapot is. Elutasítják a magyar emberek a migránsok kötelező betelepítését. Ezt tapasztalják a civil összefogás közhasznú alapítvány szakértői. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. A fertőző betegségek mintegy 80%-a közvetlen érintkezés útján terjed. Erre hívják fel a figyelmet a Kézhigiénés világnapon.
Csak akkor van létjogosultsága Nyíregyházán az élvonalbeli férfi kosárlabdának, ha adott a megfelelő anyagi háttér. Többek között ennek hiánya vezetett az idei kieséshez, hangzott el a Nyíregyházi Sportcentrum mai sajtótájékoztatóján. Elutasítják a magyar emberek a migránsok kötelező betelepítését. Ezt tapasztalják a civil összefogás közhasznú alapítvány szakértői, akik legutóbb Nagykállóban tartottak fórumot újkori népvándorlás címmel. A rendezvényen elhangzott az Európai Bizottság legújabb terve, hogy minden be nem fogadott migráns után 77,7 millió forintot fizessenek azok a tagállamok, amelyek megtagadják a betelepítést. Európa ellen egy hadművelet zajlik, és ezt a szószoros értelemben tessenek érteni. Csak hogy a hadműveletnél most a szerencsétlen bevándorlók azok, akikkel ennek az egész műveletnek az eszközei. Ezekkel a szavakkal nyitotta meg a Nagykállói Fórumot Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője, érzékeltetve, hogy napjainkban nagy veszélynek van kitéve Európa. Az Unió egyes tagállamai eldöntötték, hogy az európai népességfogyást emberek betelepítésével kell megoldani, és ehhez bármilyen eszközt készek felhasználni. Erről már Kiszeli Zoltán politológus beszélt. A legfrissebb hírek szerint például az Európai Bizottság azt tervezi, hogy azok az uniós tagállamok, amelyek megtagadják a migránsok befogadását, fejenként 77,7 millió forintot fizessenek. Kilátásba helyezte ugyanígy a bizottság, hogy azok az országok, amelyek nagy számban fogadnak be migránsokat, nem kell, hogy teljesítsék azt a bizonyos 3%-os költségvetési hiánycélt, és hát ha ez nem működik, nem működött, akkor a korbácsot veszik elő, például azt, hogy büntetést kell fizetni a be nem fogadott migránsok után, illetve hát ahogy láthattuk akár Görögországnál, akár tavaly szeptemberben a miniszterek tanácsában, hogy erőből, többségi szavazással is akár keresztül viszik ezt a kvótát. Az iszlám vallás a nőket alárendeltként kezeli, és a fiú gyermekekre is nagyobb hangsúlyt fektet, mint a kislányokra. Szakértők szerint sem a menekültek befogadására, sem pedig ezekre a kulturális különbségekre sincs felkészülve Magyarország. Ez egy igen világhatalomra törő vallás. Mindenhol azt szeretné elterjeszteni, hogy az ő hitük legyen. Na most ezt nem szabad hagynunk, hiszen Európa keresztény, akárhogy is nézzük, és ezt a keresztény gyökeret nem kéne most hagynunk elvágni, és nem szabad hagynunk, hogy kisebbségbe kerüljünk a saját hazánkban. A fórumon elhangzott az is, felismerve a migráns áradat veszélyeit, a 28 uniós tagállamból ma már 20 elutasítja a betelepítési kvótát. A fertőző betegségek mintegy 80%-a közvetlen érintkezés útján terjed. A bőrfelszínek közül a kéz tekinthető a legszennyezettebbnek, esetenként a legfertőzőbbnek. Ezért a gyakori alapos kézmosás a fertőzések megelőzésének a legegyszerűbb módja. Erre hívják fel a figyelmet a Kézhigiénés Világnapon. Ez egy higiénés kézfertőtlenítőszeres sterilium, amiben bele van keverve egy UV-reagens, a vízirab, ami az UV-lámpa alatt megmutatja, hogy megfelelően sikerült-e a higiénés kézfertőtlenítés, mindenhová jutott-e a kézen a fertőtlenítőszerből. Ki is próbálom, hangsúlyozom, hogy nem szabályosan, úgyhogy kiderül, hogy is sikerül ez a művelet. Néhány óra alatt akár 500-1000 baktérium is megtelepedhet tenyerünkön és ujjainkon, szennyezve azokat a felületeket is, amelyekhez hozzáérünk. A kézmosásnak így különös jelentősége van a hétköznapokban, valamint az egészségügyi szociális ellátóhelyeken is. Ott kellett volna. Igenis, az a legkritikusabb pont. Semmelweis Ignác felfedezése a kézfertőtlenítés fontosságáról az 1840-es években gyermekek ezreit mentette meg. Ő a klórmeszet választotta fertőtlenítőszernek, és kötelezte orvosait, ápolóit, hogy a szülészeti osztályokra mindig klóros kézmosás után lépjenek be. Ma a Józsa András Oktatókórházban tartottak kézhigiénés világnapi vetélkedőt, a különböző osztályokon dolgozók tesztkitöltéssel kezdték a versenyt. A mai
napnak tulajdonképpen a jelmondata, a készhigiéne segíti a biztonságos sebészeti beteg ellátást. Gyakorlatilag ez ugye azt jelenti, hogy nagyon lényeges az, hogy milyen biztonságos körülmények között tudunk egy műtétet elvégezni, hogyan tudjuk védeni a beteget, illetve hogyan tudjuk védeni saját magunkat is. A vetélkedő résztvevőknek többek között a zsilipelést, azaz a műtéti beöltözést is be kellett mutatniuk. Bármennyire is tisztán tartjuk a kezünket, és szabályosan végezzük el a higiénés ceremóniát, illetve a feltöltlenítő kézmosást, a ruhánk, a bőrünk, a környezetünkről bármilyen rám kerülő mikróba csak a beöltözéssel távolítható el. És nem mindegy, hogy egy nyitott sebbe, vagy egy nyitott légútban milyen fertőző baktérium, illetve fertőző ágens kerül be. Ezen a felvételen pedig már egy szabályos, bedörzsöléses kézfertőtlenítés látható. A mozdulatsor vagy a szappanos kézmosás azért fontos, mert a kéz tekinthető a legszennyezettebb bőrfelületnek. Csak akkor van létjogosultsága Nyíregyházán az élvonalbeli férfi kosárlabdának, ha adott a megfelelő anyagi háttér, többek között ennek hiánya vezetett az idei kieséshez, hangzott el a Nyíregyházi Sportcentrum mai sajtótájékoztatóján. A Marsó Nyíregyháza 3 éves stabilizációs programot dolgoz ki, és az is eldőlt, hogy a jövőben is Sitko Ernő felel majd a szakmai munkáért. A nyíregyházi férfi kosárlabda csapat évek óta finanszírozási gondokkal küzd, a legmagasabb osztályban a legalacsonyabb költségvetéssel rendelkezett a Marsó Nyíregyháza, így törvényszerű, hogy az elmúlt 3 szezonban kétszer is kiesett a csapat az NB1-ből, mondta Kósa Árpád, a többségi tulajdonos Nyíregyházi Sportcentrum ügyvezetője. A legfontosabb a stabil anyagi háttér megteremtése, az NB1-ben pedig egy olyan együttes kell elindítani, amelyik vonzó a szponzorok számára. Abban a versenyben, ahol a magyar első osztályban a játékosok döntő többsége idegenlégiós, ott a versenysportban semmi más nem dönt, csak hogy milyen támogatók vannak a csapat mögött. Egy olyan csapat sem lehet eredményes a magyar A-csoportos bajnokságban, amelyiknek a támogatója szinte kizárólag az önkormányzat. Vannak még támogatók, de olyan mértékű támogatók nincsenek a nyíregyházi kosárlabda sport mögött, akikkel egy stabil NB1-es csapatot lehet csinálni. Azt gondolom, most el kell indulni egy úton. Támogathatóvá kell tenni ezt a csapatot az eredményeivel, a hozzáállásával, a nyíregyházi voltával. A szakmai munka első számú felelőse a jövőben is Sitko Ernő lesz, aki szeretné megtartani a saját nevelésű Nyíregyházához kötődő kosarasokat. A napokban mindenképpen beszélni fogok először azokkal a játékosokkal, akik itt voltak eddig is Nyíregyházán, és szeretném megtudni, hogy milyen terveik vannak a továbbiakban. Tegnap már váltottam velük néhány szót, pozitívak voltak, ez nem jelenti azt, hogy mindenképpen itt maradnának, abban viszont mindenképpen egyetértettek, hogy szeretnének tenni ezért, meglátjuk, hogy milyen mértékben ki mit tud vállalni. A klub 3 éves programot dolgoz ki, de ez nem azt jelenti, hogy a 3. év végére kell visszakerülnie a csapatnak az NB1-be. Amennyiben sikerül megteremteni a stabil hátteret, a kékcápák akár már a következő szezonban megcélozhatják a feljutást. Tovább menetel a bajnoki cím felé a Balkánya labdarúgó megyei másodosztály Alukonstrukt csoportjában. Mirgai László együttese a legutóbbi fordulóban Kótajban győzött 3-0-ra. A balkányiak szerdán a megyei kupa elődöntőjében a Sényűt fogadják. Nem tévesztett lépést a Balkány, tavasszal továbbra is 100%-os Mirgai László együttese. A bajnoki döntőnek is beillő rakamazi meccs után, amelyet 2-0-ra nyertek a vendégek, a Nyírvasvárit 12-1-re győzték le Bogdanovicsék, akik a legutóbbi fordulóban a 3. helyen álló Kótai otthonában léptek pályára. A rangadón 1-0-ás félidő után 3-0-ra nyert a Balkány. Nehéz meccs volt, mert egy rangadót játszottunk a 3. helyzet ellen, és nagyon felszívták magukat, jól védekeztek, agresszívak voltak, elég rosszul védekeztünk, viszont támadásban nagyon jól teljesítettünk, 3 kapufát rúgtunk, a kapusuk nagyon sok bravúrt vitt véghez. Ennek ellenére nehezen született meg az első gól, de aztán utána, amikor az megszületett, akkor onnantól kezdve már nyerekbe voltunk. A bajnokságból még 4 forduló van hátra, és a Balkán jelenleg 76 ponttal áll a tabella élén, a 72 pontos rakam az előtt. A nyomás egy kicsit enyhült, de nem teljesen. Most is megvan a nyomás, hiszen 4 meccset kell nyernünk ahhoz, hogy bajnokok legyünk. Én azt gondolom, hogy
a Rakamazi volt a döntő. Ezt a négy meccset én bízom benne a csapatban, hogy most már lehozzuk, és akkor a Nyíribrony ellen már bajnoki címet ünnepelhetünk, de hát addig még van egy nehéz mérkőzésünk hétközben is, hiszen Magyar Kupa döntőbe szeretnénk jutni, és Sényő ellen ez nem lesz egyszerű. Volt tanítványom Ember Roland vezérletével jó szerepelnek a Sényőiek, úgyhogy otthon megint egy nagy tettet kéne véghez ünni a holnapi nap ahhoz, hogy még egy trófeát esetleg be tudjunk gyűjteni, és hát ezt nagyon szeretnénk. A Balkán-Sényő mérkőzés szerdán 17 órakor kezdődik. A másik elődöntőben a Rakamaz a megyei első osztályú Nagyecsedet fogadja. Döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább. A megyei kupa fináléját június 8-án rendezik a Nyíregyházi Városi Stadionban. Híradónk végén nézzük a legfontosabbakat még egyszer röviden. Több száz hektárnyi erdő szenvedett fagykárt Szabolcs-Szatmár Bereg megyében áprilisban. Sok helyen a növények teljesen elfagytak, ezeket később kivágják. A fák elfagyása a virágzásra és így a méztermelésre is hatással van. Tragikus a hazai mezőgazdaság helyzete, miközben Magyarország gazdasági kitörési pontja nem a szolgáltatóipar, hanem az agrárium, a vidékfejlesztés és a feldolgozóipar lenne. Ezt mondta Tordján József a Magyar Közgazdasági Társaság nyíregyházi konferenciáján. Több mint 2700 gyermek van jelenleg a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei területi gyermekvédelmi központ rendszerében, közülük 1200-an nevelőszülőknél. A kormány célja, hogy 2017-ig még 1000 nevelőszülő lépjen be az országos hálózatba. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 10-én kedden. Friss hírekkel természetesen holnap este is jelentkezünk. Műsorainkat és híreinket addig is megnézhetik honlapunkon. Én köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnapra melegszik az idő, délnyugat felől egyre melegebb, egyelőre még viszonylag száraz levegő érkezik térségünkbe. Éjjel változóan felhős lesz az ég, legfeljebb rövid zápor fordulhat elő. A változó irányú szél gyenge vagy mérsékelt marad, reggelre általában 9 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben gyengén és erősebben gomoly felhős időszakok egyaránt előfordulnak, de csak kevés helyen lehet átmeneti zápor. A keleti szél helyenként megélénkül, délutánra 23 fokig emelkedik a hőmérséklet, melegfronti hatás van térségünkben. Nagyon változékony országszerte csapadékos és sok helyen gyakran szeles időt hoznak a következő napok. Csütörtökön egy Közép-Európa felett erősödő légörvény vastag felhőzetéből kiadós, nagy területen 10-20 mm esőre, sőt beágyazott zivatarokra is számíthatunk. Vasárnapig a rövid napos időszakok mellett gyakran lesz erősen felhős az ég, sokfelé esővel, záporokkal, zivatarokkal. A jövő hét elején valószínű, hogy északnyugati széllel szárazabb, de hidegebb levegő érkezik. A több helyen szeles időben felhő átvonulások lesznek néhol futózáporokkal. A hőmérséklet még napközben is mindenütt 20 fok alatt marad.